ez azóta elromlott most már. Azt mondta szegény, hogy majd később, mikor lehet kapni, akkor átmodifikálom, de hát arra nem jött sor. Szóval akkor az úgy épült ez a ház, hogy nem volt alapja? Nem volt alapja, drága. Mert nem lehetett miből akkor alapja? Míg összekerültünk, nem volt hol lakjuk, és igen, valahol kellett lakni. És akkor ezt a házat végül is ki csinálta meg, vagy hogy volt? A férjem, a barátokkal, meg a póson értettek is egy hozzá. Na, szóval ilyen kaláka munkában, megcsárták a vályogból. Kaláka munkában ment, vályogból a vályogot megvetettük a cigányokkal. Akkor apósom asztalos volt, de az uram is éppen úgy tudott dolgozni, mint az apja. Aha. Na, ment minden. Gyönyörű porta volt az annak idején, csak előregedett. És akkor mondom, nem volt alap, nem lehetett semmit kapni abban az évben. Szóval a cigányok akkor csinálták a vályogot, azt mentél, megrendelte. Vályogot vetették egész nyáron. Szóval volt mit dolgozni. Mennyit bajlódtunk velük, kisfiam, nem lehet azt elmondani. Hát miért? Miért? Hát mert sok dolog volt. Sokat dolgoztunk nagyapával, borzasztóan. Voltak munkások, már reggelizni kellett, 8-9 órára a friss kenyér az asztalon volt. Felkeltem majnalban, megsütöttem azt akkor. Meddig az építkezés ment, 5-6-8-10 embernek minden nap ebédet adni, meg reggelit, meg... Szóval 8-10 ember volt, azt képzeld el. Hát természetesen nem tud egy ember építkezni. Szóval a vályok házad, az apám ottan volt ott meló, szépen. Nagyon jó volt abban az időben. Még most is az. Azt is mondták, hogy mondjad már, Miska, miből építettél? Pénzleltél, vagy mit csináltál? Valaki mondta az uramnak, akik nem ismeritek, Rozsi bácsi. Hát dehogy leltünk pénzt, dolgoztunk rengeteget, disznót tartottunk, jó ára volt a disznónak. Aztán akkor nem úgy volt ára, hogy most a franc kertbe megyünk nyaralni, hanem... Aha. Szíven, lélekkel csináltuk, mindent dolgoztuk, mint a hülyék.